sikerült jól megszivatnom magam. Szombaton mentem a Sun Citybe, Balatonfüredre. Aztán Veszprém magasságába vettem észre, hogy nem hoztam pénzt magammal, az egész bukszámat, meg a pénzemet, irataimat, mindent otthon felejtettem. Hát ez bizony elég komoly probléma volt, de szerencsére ott volt egy közelbe, Várpalotán egy haverom, aki megmentette a helyzetet, köszönöm neki. És tudott kölcsön adni benzinre valót. Hát ilyen 1500 forintnyi aprót így összetudtam kotorni a táskámból, de az csak arra lett volna elég, hogy vissza csordogáljak Tatabányára csalódottan. De mondom, így sikerült megoldani, és ez volt a szerencse a szerencsétlenségbe, hogy ott volt a haver. Na, aztán jobbra fordultak a dolgok, és meg tudtam nézni ezt a híres neves Sun Cityt. Ez volt múlt hét szombaton, és ma péntek van. És holnapra is van egy nagyon jó kis objektumom, de azt még nem mondom el előre, hogy mi, mert még nem is biztos, hogy összejön. Meg az időjárás is eléggé befolyásolja, hogy milyen videót tudok ott csinálni, de bizakodó vagyok. Szóval holnap megint Urbex. Most ezúttal autóval megyünk, mert az asszonnyal együtt tervezzük a dolgot. Úgy direkt alul exponált az arcom, mert az eget próbálom videózni, annyira szép az ég, hogy ezt muszáj filmre venni. És van még Budapesten is egy objektum, azt majd a jövő héten fogom. Nagyon, nagyon félelmetes, nagyon para lesz. És még egyéb fotózási terveim is vannak, ilyen csillagfotózás. Tudod, az elmosódott ilyen tejútrendszer a közepén, és akkor egy ilyen orbit formát rajzolnak majd ki a csillagok, és de hát ahhoz kell egy az előtérbe egy valami fasz a kis építmény, mondjuk egy kastély, vagy egy valami más jó kis épület, hogy legyen az előtérbe is valami. Na, Rocky, ne ugasd már szét a videómat, légy szíves! És motorozást is tervezek, de még az se tuti, az se biztos. Végre meg lett csinálva a Honda. Visszaraktam a hátsó kereket, azzal is tudok most már menni. Várhatóak itt jó kis videók majd a következőkben. De most csinálok ilyen blog videót is, mert az mindig feldob, hogyha sikerül valami kreatívat csinálnom. Mindig keresgélem a látószögeket, az expozíciókat, és igyekszem a nem olyan, valószínűleg nem olyan érdekes mondandómat legalább vizuális finomságokkal tarkítani. Ezt láthatjátok most is. Remélem, jól néz ki itt az ég, meg itt a napocska, lemenő napocs, és ezek a bárányfelhők. Oltári jól néznek ki. Szóval direkt alul exponált most ez a kép. 1/1000-en csinálom, 5-6-os rekeszen és ISO 100-on, ha ez mond nektek valami. Na, de amúgy... Ja, itt pisil a Rocky. Ha kivilágosítom, akkor így nézek ki. Na, de szerintem jobb ezt az eget nézni. Na mindegy, ez most egy ilyen gyors videó volt. Itt főleg a
nem is ennyire az információ megosztás, hanem ez a kék ég, meg ezek a bárányfelhők alkották a videó lényegét. Na, akkor holnap Urbex. Oh yes!